Áldjad, én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Így legyen. Áldást, békességet kívánok! Hitem szerint Isten hozta a kedves testvéreket a szomszéd utcákból, Budapest környékéről, Borsodból, bárhonnan, ahonnan jöttek, Isten hozta valamennyi őket. Kezdjük meg tiszteletünket, és így fennállva imádkozzuk, énekeljük 153. számú dicséretünket. Helyünket foglaljuk el, és ilyen lelkesen és szívből énekeljük, imádkozzuk 266. számú dicséretünket. Thank you.
Az apostol több ezer esztendős, ma is annyira bátorító köszöntése hadd hangozzék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvassuk, hallgassuk együtt a 121. számú bibliai zsoltárból. Leülve, hittel, fegyelemmel tegyük mindezt. 121. bibliai zsoltár. Az Istenben bízó lélek reménysége. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem süt téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemenésedet, mostantól fogva, mindörökké. Bejöttünk az Úr házába, ha éltet bennünket, majd ki is megyünk. Add hozzá erőt, jövünk legközelebb is, és majd haza is megyünk. Bejövünk, kimegyünk az Úr nevében. Imádkozzunk együtt. Mennyire egyszerű, Uram, újra és újra rádöbbenünk hozzászólni. Itt éppen a Duna partján, szeretett magyar nyelvünkön, de a világban most, ezekben a percekben és e mai napon hányan és hányan szólnak hozzád minden kontinensen, más és más nyelveken. És te azt mind hallod, te azt mind érted. Emberi szó, Uram, bocsásd meg, neked nem kell tolmács, meg nem kell szótár, te mindenki szavát, rezdülését, sóhaját mélyen érted és hallod. Bocsásd meg, hogy a imádságban túl sokat kéregetünk tőled. Bár te bíztasz szabad kérnünk, mégis legyen szó az imádság lényegéről, a téged imádásról. Uram, eljöttünk most téged imádni, és így imádkozni. Eljöttünk, mert valahogy mindig több a megköszönni való, mint sem a veszteség. De nagy kérés, kérünk ma is, mert mindig kérünk általában. Azt kérjük, hogy jöjj közénk szent lelkeddel. Mekkora kérés? Kik vagyunk mi? És te mégis jössz. Téged el lehet kérni, meg lehet kapni, vagy össztalán kérés nélkül is, nem tolakodóan, de szeretettel. Csendes kérőszó, áld meg, Uram, tiszteletünket itt, ebben a hajlékban, szerte az országban, határokon túl, szerte a világban mindenütt, ahol téged dicsérnek emberi lelkek. Amen. Az ige szolgálatra készülve énekeljük 80. számú genfi zsoltárunk első és harmadik verszakait. Thank you.
Legyen mai alapigénk Tesszalonikai első levél 5. részéből 16., 17., 18. verszakok. 1 Tesszalonika 5, 16, 17, 18, három rövid, de oly fontos mondat. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok. Helyünket foglaljuk el. Aki ezt igét először olvassa, vagy éppen felszínes hozzáállással olvassa, talán elsápad. Mosolyog, legyint kettőt, hármat. Ja, ilyen a Biblia. Idealista világ, nem két lábbal a földön járó világ, elvont, nem gyakorlati, csak ők be a Bibliát. Mindenkor örüljetek, van ilyen. Létezik? Szüntelen imádkozzatok? Nem érünk rá. Dolgozni is kell. Meg kell élni valamiből. Imádságból nem élünk meg. Mindenben hálákat adjatok. Most temettem el szerettemet, fiatal szerettemet. Köszönjem meg, na ne. Igazuk van, akik ezt mondják. Jól látják. A maga felfogása szerint igaza van. De az ige pont attól ige, hogy nem első olvasásra értendő utána járást, utána gondolást, imádságot igényel. Mindenkor örüljetek. Pál apostol kedves imperatívusza felszólítása. Tegyük mellé a Filippi levél klasszikus mondatát, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ki írhat ilyet? Mosolyogtató, kedves, bátorító szavakat. Hol írja? Tengerparton, nyaraltában, jókedvűen, derűsen, vidáman, sikeres napjaiban? Nem. Fogságban írja az apostol. Fogságban írja, hogy örüljetek mindenkor. Szüntelen örüljetek, mindenkor örüljetek. Egy fogoly ember írta. De furcsa, mi történt vele? A fogság kicsit elvette az eszét, idealistává varázsolta, vagy mi történt? Megjátsza magát? Nem. Fogoly ember nem játsza meg magát, ott mese nincs. Ott nincs szerepjáték, az őszinte ember. Örüljetek az Úrban mindenkor. Hát lehet ilyet csinálni? Maga a Biblia beszél a sátáni erőkről, démoni világról, amely arról bőven gondoskodik, az átlagember ne örüljön. Tele vagyok gonddal, nem várt bajjal, problémával, mit örüljek? Nem tudok örülni. Ha örülnék, hazudnék, mások előtt nevetségessé válnék. Gyászomban örüljek, na nem. Keserűségemben, könnyes szemmel, semmiképpen sem. Mégis örüljek. Apostol hozzáteszi, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mert az Úr közel. Nem másért, hanem mert az Úr közel. Ezért és semmi másért. És a bibliai öröm nem azt jelenti, hogy tapsikolj egész életedben. Mosolyogj. Viháncolj az Úrban. Élj egy happy keresztény életet, amely nem őszinte és nem igaz. Nem. Öröm azt jelenti, hogy egy tudat, egy fontos, nagyon komoly hit, egy állandó hit, történjék velem bármi, az Úr el nem hagy. Legyen bármilyen támadás az ellenoldalról, kőkemény támadás, taszítson mélyre az ellenoldal, próbáljon meg és kínozzon meg, de az Úr nem hagy el. Időnként könnyes szemmel, tám fekete ruhában, vagy éppen megrendülten kórházi ágyon fekve, vagy éppen beteget ápolva, egyik se könnyű. Örüljetek,
mert az Úr nagyon közel van. Amíg a földön járt, mellettünk volt. Szólhattak hozzá az akkoriak, de jó nekik, bár akkor élhettem volna én is. Kezét megfoghatták, átölelhették, hallották hangját, hangszínét. Ma nem mellettünk van, ma bennünk van. Szóval mai napon 100 milliók szívében ott van, valóság, az Úr közel, hát így örüljetek. Nem szerepjátékot felvéve, nem belemagyarázva, hogy milyen szép az élet, milyen jó hívőnek lenni, hanem azért, mert tudom, hogy történjék bármi, az Úr velem van és nem hagy el. Hogy mondta Jób, eltemette gyermekeit, vagyonát elvesztette, őt megtámadta szörnyű betegség, nyomorult, súlyos bőrbaj, és felordít, felsikolt, könnyes szemmel, zokogva. Történjék bármi, én tudom, hogy az én kiváltóm, góélom, az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ez volt számára a fordulópont, hogy nem öngyilkos lett, hanem tovább ment az életben, és áldásokat kapott egyértelműen. Mindenkor örüljetek ilyen formán is. Ilyen formán, ebben az értelemben mindenkor örüljetek. Nem belemagyarázás, nem idealizmus, nem bibliai elvontság. Mennyire gyakorlati, mennyire vigasztaló, valóságos, tápláló ige. És mondja a másik imperatívusz, szüntelen imádkozzatok. Azt teszem én, mondják többen is. Minden étkezés előtt, meg után is, soha ki nem hagyom az imádságot. Este, én Istenem, jó Istenem, besugódik már a szemem, amely lehet leckefelmondás, unoka felé pedagógia, és lehet őszinte, mély tartalom. Nem is mindig elmondott témáról van szó, mert az ember tényleg nem ér rá. Mai rohanó világunkban az ember tényleg nem ér rá. Menni kell, időzavar, tenni kell, itt az őrült fővárosban különösképpen is. Nem érek rá. Nem erről van szó. Nem mindig erről van szó, hogy elmondott konkrét ima. Egyfajta életvitel. Beülök a balám mögé, és egy csendes szó. Uram, annyi veszély leselkedik rám az úton. Segíts rajtam. Vigyázok én is, nagyon óvatosan megyek, de Uram, segíts meg, légy velem. S egy nap elteltével, Uram, itt vagyok, baj nem történt, dicsőség neked. S lehetne folytatni a sort, egy életvitel, az imádságos életvitel. Benne van a szóban nem kéregetés, hanem imádás. Kissé eltorzult a mai ima élet, úgy gondolom. Átment kéregetésbe. Ezt add meg, tedd meg, maradj velem, ne hagyj el, gyógyítsd meg, vigasztalj meg, bátoríts, ami nem baj. Ha őszintén hangzik, hangozzék továbbra is. Jézus maga biztat bennünket. Maga biztat bennünket. De az imádság annyi, hogy imádom az Urat. Imádom teljes szívemben. Nem csak szeretem, nem csak hiszek benne, hanem imádom. Másik Páli levél gondolata, élek többé nem én, él bennem a Krisztus. Hiszek benne, nem kis dolog, de nagy dolog, maradjon meg. Bennem van Jézus, ez sem akármi. Él bennem a Krisztus. Nem csak bennem van, hanem él bennem a Krisztus. Van, ki számára elég a tudat, ott van zsebében a gyógyszer, hirtelen szívszorítás jönne, tudja használni azonnal. De nem veszi magához. Van, ki megkapja ott a kórházi éjjeli szekrényen, nézi, jó leső érzés, ha kell, meveszem, hanem nem veszem be. Ez is fontos, ott van a segítség éppen bármikor. Van, ki gyógyszert magához veszi, és nem hat.
magához veszi, és nincs semmi javító hatása. És magához veszi, és a fájdalom enyhül, megoldás inkább adódik. Erről van szó, testvérek. Imádságos élet, imádom az Urat, imádom az élő Istent. Igen, arról van szó, amit már mondtam több ízben is, én éltem át egy kedves fiatal főiskolás lányjal, még egy korábbi gyülekezetben, alkalom végén azt mondta, kijáratnál készfogás közben, imádkozz értem. Reflexzerűen megkérdeztem, hogy baj van? Nincs. Valaki beteg a családban? Nem. Apád az volt, jobban van? Sokkal jobban van. Vizsgáid megvannak, és elég jól sikerültek. Testvéred is? Ő is jól van. Akkor miért imádkozzam értet? Azért, mert nincsen semmi baj. Imádkozz értem, köszönd meg te is, hogy éppen most nincs semmi baj. Nem sokkal később jött egy idős, drága aggasztján pedagógus asszony, ki elmondta, botra támaszkodva, 92 éves volt, tessék értem imádkozni. Baj van? Nincs. El tudtam jönni. Két átszállással el tudtam jönni, egy szemkisbottal. Tessék Istent imádni ezért. Megdöbbentő élmény volt, mind a kettő. Megdöbbentő élmény. Imádja az Istent, nem kéregeti az Istent, bár mondom szabad, ő bennünket erre tényleg és mindenkor buzdít, de nem kéreget, hanem valahol imád és megköszön. Élj így. Vedd észre azt, tesztalonikai gyülekezet, pozsonyi úti, mai kereszténység, mi minden megköszönni valóval. Mi mindenért lehet magasztalni és áldani az Urat, a sok baj dacára is. Tudom, hogy van baj, van ki ezt még növeli is önmagában, felesleges hozzáállással, tudom. Sokoknak most, akik arcokat látok, mély súlyos bajok vannak, jól tudom. És valahogy mégis a bajokon túl szüntelen imádkozzatok. Istent imádjátok, mert abból fakadhat gyógyulás. Egészségesebb lélek, lélek immunizáció, mert ilyen is van. Immunis a lélek, hogyha az imádság őszinte és mély. Napjaink fontos mondata az immunrendszer. Oltassak vagy ne oltassak harmadszor is. Kell az, vagy nem kell az? Van, ki állítja, nem kell a testet satnyítani, gyengíteni, immunrendszert gyengíteni, meg elkapatni harmadik injekcióval. Van, ki azt mondja, feltétlen, feltétlen. Tényleg fontos, az immunrendszer hallatlan fontos. Ne felejtsük el, a léleknek is van immunrendszere, de nagyon. Erősítsem, arra nincs vakcina, sehonnan, nyugatról, keletről, Ázsiából, sehonnan. De van ez áldott ingyen való, szúrás fájdalmát el sem viselendő megoldás, az élő Isten jelenléte. Igen, nem játék. Igen, nem belebeszélés, nem romantika, hanem megtapasztalt, drága valóság. Uram, imádlak téged, és érzem, immunrendszerem lelkileg is erősödik. És a lélek erős, a testre is kihat. A testre is kihat, de nagyon. Szüntelen imádkozzatok. És a harmadik végül imperatívus így hangzik, mindenben hálákat adjatok. Ez se könnyű. Ez is házi feladat, nagyon nehéz, de tanulható és megkapható. Mindenben hálákat adjatok. Már is lehetne ellenkezni, de nagyon én adjak hálát. Hát annyit szenvedek, hogy az félelmetes. Annyi bajom van, hogy az elképesztő. Szerintem jött egy asszony a hivatalban, még régen történt, és elmondta, idei harmadik temetésünk. Anyagilag rámegyünk, úgy néz ki, meg hát maga a fájdalom. Nem bírom. Nagyon sok. Igét mondjam neki, adjon hálát mindenben. Megbotránkozik.
rosszkor mondtam volna, nagyon rosszkor mondtam volna. Mit lehet ilyenkor mondani? Mindenben hálákat adjatok. Lehet készíteni egyfajta kettős könyvelést lelki értelemben. Kettős könyvelést. Bevétel, életem örömei, és a kiadások, a fájdalmak, sikertelenség, szenvedés. És ha igazán őszinte vagyok önmagamhoz, sokszor be kell látnom, hogy bajban is valahogy még mindig több a megköszönni való. Még mindig több a hálaadni való. Ha valaki tud megköszönni, mondja a pszichológia, az tovább él, sokkal tovább él. Tud örülni a kicsinek, a kevésnek is, az tovább él. Hosszú élet titka? Egyfelől igen, nem én találtam ki. A lélek gyógyászai mondják egyhangulag. Köszönd meg, lásd meg benne a jót is, és tovább élsz ember. Mindenben hálákat adjatok. Nem arról van szó, hogy mindig az ember viháncoljon, szó nincs erről. Tapsikoljon, olyan szép az élet. Egy alkalommal elmondta egy idősebb nőtestvér, aki nem lelkészként igét hirdetett sokfelé az országban is, elmondott egy eseményt, amit ő élt át. Egy korabeli asszony egy szemfiát úgy veszítette el, hogy az kiment külföldre 56-os tevékenysége miatt, és eltelt sok-sok esztendő, és nem hallott róla. Semmit nem hallott róla. Semmit. Az jött egy-két levél felbontva, cenzúrázva, látva, le volt épve a levél alsó része is, meg volt csonkítva, át volt húzva, jöttek a levelek egyik a másik után, ilyen csendes formában. És végre jött egy levél, kaptam lehetőséget, magyar állam beenged, jöhetek hozzád, jövök ekkor és ekkor, repülőtéren szállok le. Igen. Az asszony élete beindult, addig elhagyta magát. Nem takarított, nem főzött magára, félelmetes mélységbe került. Örömhír, jön a fiú. Örömhír, jön a gyermek. Kis miniatűr advent, miniatűr karácsony. Jön a fiam, jön a fiú, értem jön, hozzám jön, örömöt hozni jön, jaj de jó. És beindult élete, beindult, kitakarított mindent, főzte a fia kedvenc ételeit, várta tárkarokkal. Jön egy távirat, sajnos most nem tudok menni, váratlan betegség a családban, majd később írok megint és megyek. Összeomlott lelkileg. Az evangelizátor hölgy annyit mondott neki, de most miért búsulsz? Ki neked a fontosabb, a fiad vagy az Úr Jézus? És aki ezt mondta, nem volt férnél, nem volt gyermeke, mondta annak, aki már régen özvegy, és anya, és a gyermekéért aggódó édesanya. Neked ki a fontosabb? Jézus? Vagy a fiad? Kicsit rosszallóan mondta mindezt. Jézus nagyon fontos, de a fiam is. Az is. És igenis fáj, hogy nem jön, de iszonyúan fáj a lelkem miatta. Mindenben hálákat adjatok? Igen, mert tudhatom azt, hogy semmi szándéka nélkül nem történik, akkor még nem értem, mikor az megesik, nem értem még akkor. Tele vagyok dacsal talán, Istennel szemben vádaskodással, számonkéréssel, hátra arccal, ateizmussal, és idővel rátöbbenek. Uram, megint te győztél. Hosszú távon neked van igazad, és nem nekem. Akkor még ezt nem értettem, nagyon fájt. Most már értem, az igazság az tényleg nálad. Egyértelműen te nálad van, Uram. Mindenben hálákat adjatok. Szintén báli gondolat. Könyörgéstekben és imádságotokban minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. Hálaadással kérj tőle. Kérhetsz, hogy ne kérhetnél. Kérj továbbra is, testvér. De hálaadással. Hogy még kérhetek? Van még hozzá viszonylag értelmes agyam?
gondolkodásom? Még megtehetem, és még kérhetek? Minden alkalommal, hálaadással. Vedd észre a jót a kicsiben is, még a bajban is. Érezd, lásd meg, ha meg lehet érezni és meglátni. Bármi emberi mélység, ott van ő, el nem hagy. Amint mondja az a szép evangéliumi énekünk, Skandináviából való lelki énekünk, bármi súlyosak rajtam a terhek, segít hordani, itt van ő, Jézusról van szó. Bármi súlyosak rajtam a terhek, segít hordani, itt van ő. Első olvasásra idealizmus. Mosolyogni való, lesöpörni az asztalról. Mindenkor örüljetek, ilyen a földön nincs. Szüntelen imádkozzatok? Nem lehet. Néha nincs kedvem hozzá, elegem van Istenből, világból, életből, gyerekemből, mindenkiből. Mindenben hálákat adjatok? Hát az nem. Vagy mégis? Fecsegő felszín, lelkem s hallgató mély, igen. Az igét komolyan véve, s felette elgondolkozva, milyen igaz lesz. Összefoglalom egy mondattal. Mindenkor örüljetek, ne tapsikolj, ne viháncolj az Úrban, hanem örülj azzal a tudattal, történjék bármi, ő el nem hagy. Szüntelen imádkozzatok, élted Isten imádás lehet, s lelked immunrendszere megerősödik, de nagyon, sok mindent el fogsz viselni egészen biztos. Mindenben hálákat adjatok, vedd észre azt, ami jó, ami áldás. Mai világ panaszkodásra kényszerít, panaszkodásra jogosan sokszor, mert van miért, tudom kinek, rengeteg panaszkodnia valója van. De mindenen túl vegyem észre, hogy itt van az élet, az út igazság és élet, az értem meghalni kész, de feltámadt és élő. Úr Jézus Krisztus, ő adjon hozzá bölcsességet, adja lelkét, hogy idealista három kis imperatívus legyen konkrétum, valóság, vörös vérsejtekké, legyen valahol vitaminná, lelkünk számára, legyen éltető, drága örömhír. Minden szava a te új szövetségednek beszél az örök szeretetről, a világból ki nem iktatható, el nem hallgatható örök szeretetről. Furcsa korban élünk, nagyon veszélyes korban. Kívülről a világ semmivel nem bíztat bennünket, jönnek félelmetességek és támadnak kőkeményen. Nincs más megoldás. Kimondva Luther Márton énekével, erős vár a mi Istenünk, valóban az. De neked van hatalmat megtartani, életben tartani, nem a kesergés mocsodába elveszni, te adsz jelent és jövendőt, és majd hitünk szerint örök jövendőt, örök, el nem múló jövendőt. Áldunk, Urunk, az igéért, annak valódiságáért, ember voltáért, emberhez szóló igaz voltáért. Dicsőség neked, életnek Ura, Úr Jézus Krisztus. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Így legyen. Amen. Elimádkoztuk szavakkal, emberi szavakkal, és imádkozzuk énekszóban a mi atyánkot, énekeljük, imádkozzuk a 484. számú dicséretünket. Ha Isten éltet bennünket, mához 2 hétre, szeptember 1. vasárnapján az urasztalát megterítjük, hálát adva az új kenyérért, sokak által meg sem hallott hírért, aratók az aratást elvégezték, nem mi a nagy kánikulában, hanem ők, és van elég kenyere az országnak jövő évre is. Hála az Istennek érte. Tehát mához 2 hétre, szeptember 1. vasárnapján urvacsorát tartunk, hálaadó alkalmat. Bár a járvány talán kicsit szülőben van valamennyire, odafigyelünk most is,
teljes odafigyeléssel végezzük a terítést, előkészületet, és az úrvacsodát is. Jó szívvel hívunk, és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Ha Isten éltet bennünket, jövő héten a megszokott rendszerint igei alkalmainkat megtartjuk. Holnap hétfő este tanástermünkben bibliaórát tartunk, 6 órai kezdettel. Szerdán délután szintén tanástermünkben 6 órakor esti ahitadót tartunk. Jó szívvel hívva és várva a testvéreket hétközi alkalmainkra is. Az elmúlt napokban megdöbbentő élményben volt részünk. Egy családból temettünk pár nap alatt 2 édesanyát. Házaspár, akik gyülekezetünk hűséges tagjai, eltemették édesanyjukat pár nap különbséggel. Eltemettük Keresztes Sándorné, Csibrei Ilona, nyugalmazott adminisztrátor testvérünket. Felvidéken született Dunaherzerdahelyen, nehéz világháborús időkben, 1944. május 23-án, Csömörön ment el közülünk, ezesztendő február 4-én. Élete példaélet, szeretteinek, az őt ismerőknek, a magyar nemzeti kultúra ápolója volt, továbbvívője életében, szorgalmas, becsületes, tisztességes élet volt, és nem csak a halottnak járó tisztelet, ez így volt, így is történt, amit elért, önerőből érte el, elérte, szívós, kemény küzdelemmel és sok szeretettel. Gyászolja a férje, fia, menye, 4 unokája, még élő testvére, azok családtagjai, minden közeli, távoli rokon, ismerős, barát, néptáncos, népzenei társ, és mindenki, aki szerette, becsülte őt. 77 évet élt. Eltemettük Balog Sándorné, Balog Ilona tanárnőt, Mezőbelényben született, 1935. április 3-án, Budapesten ment el közülünk sok szenvedés után, ezesztendő január 4-én. Nagyon nehéz sorsú élet volt. Méről indult emberi értelemben, de szívós, kemény munkával feltornázta magát, lett pedagógussá, sokak vigasztalójává, sokak lelki gondozójává, arról volt híres, hogy tudott meghallgatni embereket. Nem közbeszólni, hanem hallgatni, csendben, vigasztalni, bátorítani. Gyülekezetünknek hűséges tagja volt. Gyászolja most is, így mondtam, megfordítva, lánya, veje, 4 unokája, minden őt ismerő rokon, barát, a rengeteg ismerős, mindenki, aki szerette, becsülte őt. 86 évet élt. Kedves Jóska, kedves Ilonka, szívből kívánunk az egész családnak, nektek különösképpen is igaz vigasztalást, igaz békességet. És a mai alkalommal emlékezünk meg Kard Aladárné Mária testvérünkről, aki áprilisban hunyt el. Gyászolják gyermekei, azok családtagjai. Az ő valóban értékes, az ő valóban nem felejthető, kedves életét. A mi Urunk adjon igaz vigasztalást, mert ő tud adni minden gyászolónak, minden mélyen levőnek, minden bajban levőnek. Záró énekként Genfi Zsoltárt énekeljünk. 89. Zsoltárunk első és harmadik verseit helyünkön maradva, hetediket pedig majd fennállva. Az Úrnak irgalmát nem csak néha hangulat szerint, de örökké éneklem. Thank you.
A héten ünnepeltünk. Ünnepeltük államalapításunk ünnepét, soha el nem múló értékét. Erre emlékezve énekeljük együtt nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reát, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok, további áldott vasárnapot mindenkinek, Isten velünk, viszontlátásra!